Az elmúlt év februárjában kötött együttműködési megállapodást a megyei önkormányzat és a Magyar Diáksport Szövetség azzal a céllal, hogy a korábbinál is hatékonyabbá tegyék az iskolában zajló munkát. A két testület minden évben 6 pedagógus jutalmaz meg utánpótlás nevelő munkájuk elismeréseként. A választás az egy nagyon nehéz döntés volt, hiszen hála Istennek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében rengeteg olyan testnevelő tanár dolgozik a iskoláinkban, a diáksport területén, aki elismerésre méltó és jogosult lenne. A kereteink azok meg voltak szabva, és ennek szellemébe természetesen meg kellett hoznunk a döntést, de úgy gondolom, hogy emellett ez a attól most 6-on kapnak kitüntetést, emellett minden testnevelő tanárnak az elismerése is a mai nap, és ezek a kitüntetések lényegében a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei diáksport területén dolgozó összes testnevelő tanárnak szólnak, és mindegyikük elismeréséül szolgálnak. A Magyar Diáksport Szövetség tiszteletbeli alelnöke szerint versenyrendszerüknek köszönhetően a kisebb településeken élő fiatalok is esélyt kapnak arra, hogy megmutassák tehetségüket. A Diákolimpia versenyrendszerét 29. alkalommal hirdeti meg a Magyar Diáksport Szövetség, és egyedülállóan szervezi a felmenő rendszert, hisz az utolsó kis település is bekapcsolódhat ebbe a versenyrendszerbe, és be is kapcsolódik, reméljük, minél több gyerek. Ma pedig a Magyar Diáksport napja van, úgyhogy nagyon szép alkalom volt ez a kitüntetésre a itteni 6 testnevelőnek, hisz nagyon sok testnevelő tesz azért, hogy egészséges nemzedék nőjön fel. Barát Sándor közel 3 évtizede dolgozik testnevelőként Gyulaházán, ahonnan az országos döntőkre is eljutott tanítványaival. Büszkék vagyunk arra, hogy országos diákolimpiát nyertünk úszásban, váltóban, büszkék vagyunk arra, hogy labdarúgásban, Zalaegerszegen voltunk a futszal országos döntőn, kisiskolák országos versenyén voltunk 2 éve visszamenőleg labdarúgásban, atlétikában országos döntőn voltunk, Székesfehérváron, Gödöllőn, mezei futásban, ezekre vagyok a legbüszkébb. A közgyűlésen elismerésben részesült még Bakosi Béláné, a Nyíregyházi Vasvári Pál gimnázium tanára, Rontóné Tári Gizella, a Tiszavasvári Általános Iskola testnevelője, dr. Pintje Zoltán, a Nagyvarsányi Református Óvoda és Általános Iskola pedagógusa, Széles Zoltán, a Fehérgyarmati Deák Ferenc gimnázium és kollégium testnevelő tanára, valamint Pap Szilárd, a Csengeri Makovec Imre Általános Iskola testnevelője.